Róma és Júlia örökérvényű történet, megunhatatlan sztori, persze, ha jó a rendezés. Eszenyi Enikő rendezése a Víg Színházban azt igazolja, hogy sikeresen fut a darab, hiszen most már hosszú évek óta játszátok. Köszöntelek titeket szeretettel, vendégeim Bata Éva és Varjú Kálmán, sziasztok! Szia! Miben más a ti Rómeó és Júliátok, mint a többi most látható Rómeó és Júlia szerintetek? Mi az, ami ennek a sajátja? Alapvetően én szerintem az, hogy napjainkban játszódik, tehát nem a Shakespeare korában csináltuk meg, és interaktív, és nagyon friss az egész, szerintem. Nézők hogy fogadják? Gondolom főként fiatalok, akik beülnek erre az előadásra. Szerintem vegyes. Vegyes a... hogy most fiatalok vagy idősebbek nézik, de hát nyilván főként azért fiatalok, középiskolás korosztály nézi inkább, és a fogadtatás az egyértelműen jó, tehát nem tudom azt mondani, hogy egyik előadás ilyen, egyik előadás olyan, mindig óriási sikerrel játszuk. Ugye Rómeó és Júliát mindenki ismeri, magát a sztorit nem kell bemutatnunk. Azért te nem vagy egy alapvető ilyen Júlia alkat, egy temperamentumos, kemény csajszi, vagy nem lepődtél meg, amikor Enikő rádoztotta a Júlia szerepét, mint egy naívát? De, meglepődtem, de hát örültem is neki, mert hát azért ez szerintem minden színésznőnek valamiféle titkos, rejtett vágya Júliát játszani. De meglepődtem, de remélem, hogy sikerült. Főiskolán találkoztál egyébként a Rómeó és Júliával? Persze. Meg láttam ugye a Cefirelli félét is, akkor a későbbit, amit csináltak belőle, és hát nagyon-nagyon szerettem, meg nagyon szeretem. Neked Kálmán voltak ezelőtt, az előadás előtt Rómeós élményeid? Játszottál már Rómeó és Júliában? Nem. Én nem találkoztam ezzel a darabbal. Középiskolában, mint kötelező olvasmány, nyilván igen, de előtte semmiféle, tehát főiskolán sem csináltam ebből jelenetet, de én mindig úgy éreztem, hogyha talán egyszer ezzel a darabbal összefutok, mint már színész, akkor én valószínűleg a Merkúciót fogom játszani benne. Valahogy így gondoltam, és hát nagy meglepetésemre ez egészen másképp alakult. És gondolom azért a fordítás, Varó Dániel fordítása sokat segít, tehát egy egészen újszerű szöveg, mégis verses formában. Sokat. Nyilván egyszerűbb, nem egyszerűbb, de valamilyen szinten egyszerűbb ilyen nyelvezettel beszélni ezt az egész történetet, meg elmesélni, mert ugye a korábbi fordítások azok iszonyú költőiek, és nagyon-nagyon dús, nagyon gazdagon írják le azt, ami nálunk mondjuk egy kicsit érthetőbben van fogalmazva, ami a Dani érdeme. Tehát valahogy játszhatóbb és emészthetőbb. Talán közelebb kerül a mai fiatalokhoz ez a szöveg. Igen. Ezzel a szöveg által maga a darab. Mert az volt a baj a régi fordításokkal, szerintem, hogy egy nehezen érthető szöveg. Tehát mire a néző felfogja, hogy milyen képekben beszél a fordító, akkor már rég túlhaladtunk. Nehezen érthető szöveg, nehezen tudja lefordítani szerintem, főleg egy mai fiatal. És a Dani ebben szerintem fantasztikusat alkotott, hogy ezekkel a szövegekkel teljesen egyértelművé válik már az első pillanatban egy-egy helyzet. Ugye nagyon sok olyan előadást játszottok a Víg Színházban, ami teljesen új, a Víg Színház játssza először Magyarországon, de azért a Rómeó és Júlia történetnek tényleg hosszú hagyományai vannak. Nehezebb hozzányúlni egy olyan figurához, akit már sokan megformáltak előttetek, vagy az ilyenkor ezen nem is gondolkodtok? Én nem tudom, én csak a magam nevében tudok beszélni, és azért visszakapcsolnék arra, amit mondtál, hogy nem vagyok egy Júlia alkat. Hogy nyilván eszébe jut az embernek sok minden, hogy ki hogy csinálta meg hogy nem, de hát azért mégiscsak mi vagyunk, és azt meg nem tudjuk letagadni, nem tudjuk elvenni, akár a szereptől, akár magunktól, hogy itt-ott azért teljesen más reakcióink vannak,
ahogy megcsináljuk mondjuk a Júliát, vagy akár a Rómeót. Na most a te nevemben is beszéltem. Az Erkély jelent igazán különleges, erről is fogunk beszélgetni egy kicsit, most nézzünk meg egy rövid bejátszót előtte. Megijedtük, hogy az Erkély jelenettel folytatjuk. Láthattunk is egy képet, ahogy könyökölsz a páholy soron. Azért nem egy szokványos Erkély jelenetről van szó. Meséltek erről egy kicsit? Nem szokványos, ugyanis a színháznak az Erkély sorain és a páholyain keresztül játszódik az egész. Tehát gyakorlatilag beszaladjuk, befutjuk az egész Vígszínházat. És ezáltal ugye kapcsolatba kerülünk azokkal a nézőkkel, akik ne adj Isten ott ülnek abba a páholyba, ahol vagyunk. És akkor ettől nagyon élő, nagyon interaktív tud lenni az Erkély jelenet. A Vígszínház ugye kulcsfontosságot játszik a darabban, nem csak az Erkély jelenetnél. Tehát díszletben is megjelenik. Tehát mondhatjuk azt akkor, hogy ez a történet Budapesten játszódik, és nem Veronában, vagy ez azért egy kicsit így elős túlzás lenne? Mit gondoltok? Igazából teljesen mindegy, hogy hol játszódik. Valóban a díszlet az a Big Színház romjai, és közben hátul van egy vetítés is, ahol ugyancsak a Big Színház környéki utcákat vetítik ki projektorokkal. De igazából a maga történet és a Róma és Júlia szempontjából ez igazából teljesen mindegy szerintem, hogy ez most hol játszódik, vagy hogy milyen korban játszódik. Ha mi a történetet, a viszonyokat és magát a szereplők közti szenvedélyt, ezt meg tudjuk jeleníteni és közel tudjuk hozni a mai fiatalokhoz, ha ezt egy picit be tudjuk csempészni magunkat a lelkükbe, a szívükbe, az agyukba, akkor igazából teljesen mindegy. Most ezzel visszacsatolok arra, hogy ez egy mai jelmezekben játszott előadás, akkor teljesen mindegy, hogy ez most jövőben játszódik, elképzelt jelmezekben, vagy a 70-es években rakjuk át, vagy valóban abban a korban játszuk, mint amiben megírta Shakespeare. És ha ezt tetszik a fiataloknak, talán bejönnek az új előadásokra is, egy-egy mondatban mesélnétek a következő feladatokról, amik rátok várnak. Igen, mi most a Pesti Színházban próbáljuk a 72 katonát, amit Szőcs Artúr rendez, és Térei János és Karsai György dolgozták, átfordították újra a darabot, és ez egy nagyon izgalmas világú dolog lesz belőle, én azt gondolom. És ez nagyon szórakoztató lesz, szerintem. Elmenti, mivel dolgoztok most a végben? Mi most Enikővel dolgozunk, az Átutazók című előadáson. Ez egy kortárs izraeli darab. Nagyon impozáns és fantasztikus szereposztással. Nekem olyan szerencsém, hogy a Törőcsik Mari unokáját játszhatom. Tehát én vele most sokat tudok dolgozni. Sokat is vagyunk színpadon együtt. Nagyon élvezem, és hát most sorolhatnám, hogy a Kern András, Lukács Sándor, Revicki, Gábor, Igó Éva, Hegyi Barbara, tehát nagyon-nagyon sokan benne vagyunk, és március 8-án fogjuk bemutatni, és nagyon készülünk rá, szuper lesz. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és nektek pedig csak ajánlani tudom a Róma és Júliát a Vígszínházban, nézzétek meg és az új bemutatókat is. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük.